Két éves lett az Éjjel-nappal Budapest, az RTL Klub talán második legsikeresebb sorozata. Eljöttünk ide a Hősök terére, Csóró Lalival, hogy elmondja pontosan, kik ezek a szobrok, miért állnak itt, valamint mesél arról is nekünk, hogy hogyan éli meg mindennapjait Éjjel-nappal Budapesten. Hol vagyunk most, Lali? A Hősök terén, de mivel nekem a hősök nem hősök, hát most nekem ezek nem mondanak semmit. A mai hős az Cristiano Ronaldo, meg LeBron James, meg hát ugye mi. Mi a szereplők, a barátaim, úgyhogy én ezt a teret kicserélem, és azt mondom inkább, hogy ez a barátok tere. És hát ott vagyok fent én. Gabriela Arkangyal? Nem, hát mi, az én vagyok, nem Gabriel. Ja, amúgy meg Gabrielnek hívják? Na hát Gabriel a barátom, ő itt véd lent lovon. Itt van, mellette van Joe. Az ott a Joel. Igen, az ott Joe, és akkor jobbra Regina és Gabi, és akkor hátrébb szépen sorba Marcika, Kristóf, és akkor így Regina, most is magyaráz éppen, Regina! Regina, ő nem bír magával, sajnos mindig mindenbe beleszól, hát itt is. Ő a... most is például. Na, tehát... Igen, ez a barátok tere, és ez az Éjjel-nappal Budapest szobor, itt, park, itt. Lali, mennyire követendő példa az Éjjel-nappal Budapest életmódja, vagy a szereplők életmódja, hiszen ugye itt elhangzott, hogy már nincs olyan fiatal, aki ezt ne ismerné, vagy ne látná. Így van, hát ez teljesen. Ez a sorozat, amit közvetít, ez igazából mindenkinek egy követendő példa. Így vidéken is, vagy az ország legtávolabbi pontján is tudják azt, hogy hogyan élnek Budapesten a fiatalok is, hogy itt miket csinálnak. És a 80 éves öregasszony is látja, tudja azt, hogy igen, a kisunokája vajon mit csinálhat. Hát na most megint felhoznám Reginát, hogy nem biztos, hogy követendő az, hogy két lány. Mondjuk nekem ez nagyon szimpatikus, és tényleg lányok, ha lehet, akkor hármasba csináljuk. Ketten lányok és én legyek egyedül fiú, de hogy nagyjából azért egy követendő példa vagyunk. Dolgozunk, pénzt keresünk, mármint a többiek, én nem dolgozok. Azért ez nem feltétlen igaz mindenkire, hiszen azért a munkanélküliség, a mindennapi bulizás, a piálás, úgy mint nálatok, mint a való világban, ugye ezt látják a fiatalok. Éppen erre gondoltam, hogy ez mennyire követendő példa, hiszen azért hál' Istennek nem mindenki így él Budapesten. Nem hinném, hogy többet bulizunk, mint az átlag fiatal, és igazából nincs minden fiatalnak munkája. Nálunk is kb. Ilyenek az arányok. Azért sokan dolgozunk. Én inkább próbálok valahogyan úgy előtérbe kerülni, hogy munka nélkül legyek esetleg híres ember, ami egyszer már sikerült is, amikor csúrali voltam. Vagy én a dolgoknak a könnyebbik végét fogom meg, de azért a többiek azért eléggé karrieristák, és ők azért űzik, hajtják, úgyhogy követendő példa vagyunk. Arról mesélj még nekem így végezetül, hogy ért téged atrocitás az utcán, hiszen azért már a dundi lányoknak is beszóltál, meg azért volt egy-két dolog, amin nevettek a nézők. Igen, nem volt még, hála Istennek, valahogyan ezt így gondolom elnevetik azok, akiknek ez szól, mert most amikor azt mondom, hogy igen, én a kövér lányokat nem szeretem, hát most Istenem, hát ki szereti ők? nem. Szóval, hogy nem volt még semmi ilyesmi. Nagyjából pozitív az, amit kapok az utcán. Jó van, és még végezetül te vagy az Iker testvére? Nem, én vagyok, saját magam testvére vagyok, úgy szoktam mondani, mert mindig jönnek oda. Te a tesója vagy az igazi? Nem, én saját magam tesója vagyok, úgyhogy... De most ide a szűnapra, most én magam jöttem.